te vagy most az operatőr. Csak adtál egy rendezőt. Hát, ha el tudom törni, igaz? Aztán meg is van egy. Nincs rajta fogás. Talán így meg lehet fogni a deszkát. Ajaj. Jól van. Kicsit odébb mész. Ezt a fényességes pillanatot megörökíts. De még megy, ugye? Soha többet nem ássuk el semmit se a kertbe, öregem. Aki ezt kitalálta, az se volt normális. Szerintem az nem bírja ki. Uha. Mert oda? Hát... Víz is volt benne. Ez jó volt. És akkor már csak annyi a feladat, hogy ugyanezt vissza kell lapátolni. Szóval kikerült ez a hőcserélő, mondjuk hőcserélőnek a magaságyásból, a komposztkazánból, vagy melegtalból, ahogy tetszik. És vissza lett lapátolva a föld, rákerült egy hőszigetelés, csak most ugye belülre. Ugyanazok a 3 centis lapok vannak visszarakva, most még csak a föld támasztja. Itt egy-két dolog azért úgy leszakadt közben, meg én is leütöttem az ujjamat. Szóval itt majd még alakítgatni kell rajta. De a lényeg az, hogy ez egy meleg talp lesz, amit ugye most szombat délután van, megint a napnyugtában vagyunk benne, de ezt vasárnap, hogyha ugyanilyen jó idő lesz, de ha rossz idő lesz, akkor is vissza fogom rakni még a maradék földet, már amit találok, mert ugye sok minden kijött belőle, és ez bizony nem elég. Ez mennyi? 1,25x1,25 az? Mennyi? Ez mondjuk 2 négyzetméter alatt van valamivel, sőt nem is sokkal, mondjuk legyen másfél, és szor 0,5, az akkor 0,75, tehát 750 litert ide belerakni, úgyhogy elhoztam 4 sittes zsáknyi anyagot, meg 5 120-150 liternyi szalmát, hát az bizony édeskevés lesz, még úgy is, hogyha feldúsítom a itthoni anyaggal, na itt közben meg lehet nézni, hogy így nézett ki. Ugye ez 2 vagy 3 teljes telet töltött ott lent a mélyben ez a raklap, hát valahogy így néz ki. Hú, most nézem, hogy ott a... megemeltem. Jó, hogy nem álltak belém ezek a csavarok, milyen jó pofák, most látom. Oké, szóval ez itt nem kikerült, és holnap bele fog jönni az anyag, amitől meleg talp lesz a meleg talp. Azt tervezem, hogy itt így oldalról itt beszurkálok ilyen IKEA-s hőmérőket,
innen jönnek be majd az IKEA-s hőmérők, és azok mérik majd, hát itt kb. Eddig olyan jó, kellemes mennyi. Egy olyan 15-20 centire azért belógnak, inkább 15-re be fognak lógni, és azok fogják majd mérni azt, hogy hány fok is van ide bent. No, ennyi egyelőre, akkor most itt csapó, és folytatás holnap.